legjobban az fáj szerintem, hogy, hogy mind a futball szerető, mind a szurkolók, illetve az olyan emberek, akik, akik szeretik ezt a sportágot, és most nem itt, itt nem edzőkre és nem szakmabeli emberekre gondolok, hanem tényleg a szurkolókra és a futball szerető emberekre gondolok. Nem csak most, ugye most jött ki megint, évek óta, 10 évek, 20 évek óta folyamatosan át vannak verve, és ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy mi elsősorban itt egymás közt olyan terveket, szülünk meg egymás közt, illetve határozunk el egyes selejtező tornák előtt, amik nem reálisak. Másik oka, hogy ezt ki is mondjuk nyíltan, és természetesen rajtatok keresztül, a médián keresztül, ez eljut minden olyan futball szerető ember számára, aki évről évre csodát vár. Számomra ledöbbentő az, hogy minden egyes szakértő és minden egyes edző ilyenkor egymás hátából beledőfe a kést mutogat a másikra, és a másikban keresi a hibát, illetve évek óta ez megy, hogy mindenki megmondja, hogy, hogy hol a hiba, a másik háta mögött, ha jön egy ilyen kudarc, akkor mindenki felszólal, mindenki elmarad mondani a véleményét, de én még egy olyan emberrel nem találkoztam, aki kiállna a kamerák elé, és őszintén elmondaná azt, hogy kérlek szépen mondjatok nekünk egy top olyan játékost, egy kettőt, de elég egy is, aki évek óta top csapatokban, és most a top csapatokat arra értem, hogy angol, olasz, spanyol vagy német bajnokságokban, bajnokok ligájában hétről hétre teljesít, de nyugodtan válaszolhatok közben. Mondjatok nekem légy szíves egyetlen egy olyan top tehetséget, akit az elmúlt 10 vagy 20 évben ez a magyar labdarúgás kinevelt. Mondjatok nekem egyetlen egy olyan top csapatot, aki az elmúlt 10 vagy 20 évben vagy egy bajnokok ligájában, vagy egy Európa ligában, vagy beszéljünk arra, hogy folyamatosan ott lenne. És akkor most a legfontosabb, hogy mondjatok nekem egyetlen egy olyan top edzőt az elmúlt 20 évben, aki valamit is letett top ligában, Európában. Na most itt az a gond, hogy ugye van a válogatott miből tud ugye úgymond egy csapatot összerakni, abban ami van. Most hogyha, és ezt nagyon őszintén így kéne nézni már évek óta, hogyha egyszerűen nincsen játékosaink, akik ezekben a top ligákban fejlődnének, és ezt elmondtam már többször is, nincsenek top tehetségek. Nem tudunk egy top tehetséget mondani az elmúlt 10 vagy 20 évben, akit kinevett volna a magyar foci, és valami milliós eurós összegekért top csapatokhoz oda került volna. Mi a válogatottunk azt tudjuk csinálni, hogy a meglévő játékosokat behívjuk, a meglévő olyan játékosokat, akire azt gondoljuk, hogy legjobbak, behívjuk, azok általában évek óta mindig is ugyanabból az tömegből válogatunk, és megpróbálunk azokból valamit összegyúrni. De itt ebből a válogatottba csak akkor lesznek jó válogatottak, mint angol, mint spanyol, mint német válogatottak, vagy svéd, vagy akármiről beszéltünk. Ha minden olyan játékos, aki hétről hétre, évről évre a legjobb bajnokságban fejlődik, az bele tudja rakni ebbe a közösbe, ebbe a válogatottban. De nekünk ilyen nincs. Nekünk nincsenek német, angol, olasz, spanyol, bajnokok ligás, európai ligás tapasztalattal rendelkező játékosaink. A mi játékosaink vagy másodosztályokban fociznak, vagy Hollandiában fociznak, Oroszországban fociznak, és ezt ki kell mondani, mert ez így van. Ez nagyon kemény, de nekem ne kezdjük el minden egyes torna előtt, selejtező torna előtt, hogy igen, most megcsináljuk. Minden egyes embert hülyének nézzük, és elmondjuk, hogy igen, most meg fogjuk csinálni, most meg fogjuk csinálni, és ez megy 20 éve. 20 éve nem neveltünk ki egyetlen egy darab tehetséget sem. Én 16 évesen mentem ki úgy, hogy engem elmondtak itthon, hogy az ifi bajnokságokban rúgtam 30 gólt saját magamra, nagyon jó játékos vagyok, majd amikor kikerültem az utánpótlásba, kikerültem Stuttgartba, rám néztek, és azt kérdezték, hogy te hogy jöttél össze 16 évesen. Nekem egy-két év kellett ahhoz, egy évig egy percet nem játszottam, és ifi bajnokságokról beszélünk. Mindenki elmondja a maga véleményét, hát igen, a körülmények, a pénz, az tényleg hatalmas a különbség. A legnagyobb különbség ott van, elmondom nektek, hogy ebbe a szakmában, ebben a sportban, a gyerekektől kezdve olyan szinten le vagyunk maradva a neveltetésbe, a focista képzésében, mert valaki nem attól lesz edző, hogy elvégzi a licencet, és utána azt mondjuk, hogy tessék, edző vagyok, hogy valaki nem attól edző, hogy 20-30 éve edző volt, és akkor most elmondja magára, hogy most is edző, mert a foci a 20-30 év alatt nagyon-nagyon sokat változott,
ugye ezt nem kell mondani, mert ez szerintem mindenki tisztában, de főleg az a foci, amit ezekben a topligákban játszanak, azt összesen lehet hasonlítani, sem utánpótlás szinten, főleg nem felnőtt szinten. Tehát nekem nem mondja senki, hogy itt anyagi gondok, meg tényleg rossz a pálya, meg stb. Mert hogyha én 16 éves korom után egy vagy két év alatt sikerült annyit fejlődnöm, hogy elkezdtem szépen fokozatosan játszani utánpótlás bajnokságokba, majd fokozatosan képes voltam oda kerülni egy kis vagy középszintű Bundesliga csapathoz, majd onnan fokozatosan tudtam magam fejleszteni arra, hogy eljussak egy német top csapathoz, akkor nekem ne beszéljen senki anyagi dolgokról, meg anyagi hátterekről. Itt egyetlen egy dolog van, itt elszántság van, illetve az, hogy ki akar fejlődni, ki akar tanulni. Amelyik tanulni akar, tehetséget akar kinevelni, annak kutya kötelessége az, hogy megnézze, hogy a top ligákban, top csapatoknál hogy működik ez. És nem pedig azt mondja, hogy nem, ezt mi is tudjuk, mert úgyis ugyanezt csinálják, ott se futnak, ott is labdával csinálják. Ja. Csak akkor nézzük meg, hogy hány darab tehetségünk van, hány darab, ebből kell élnünk, ebből fog a magyar válogatott élni, hogy hány darab tehetséget tudunk kinevelni. Nem itt fogunk megtanulni focizni, nem 25-26-27-esen fogunk megtanulni focizni, akik ide jönnek. Van minden meccset 5 napunk. Nem abból leszünk, nem abból lesz a válogatott világverő, nem abból fogunk írni a világbajnokságra, az Európa bajnokságra, hanem abból, hogy hány darab olyan hozzáértő, szakértő emberünk van, aki nem egymásra mutogat az újságokban, meg a műsorokban, hanem hány olyan elszánt szakértő és fejlődni akaró ember van, aki azt mondja, igen, leteszem az arcomat, meg leteszem mindenemet, és arra kötelezem el magamat, hogy igazából szívből tehetségeket csinálják a magyar focinak, és annak kulcsa kötelessége ahhoz, hogy megtanulja azt, hogy a mai profi fociban mik az elvárások, hogy lehet, hogy épül fel egy szerkezet, egy csapatszerkezet, egy mentális, egy fizikális. Mondani nagyon sok mindent lehet, de ez a valóság, ez a magyar valóság, hogy mit tettünk rá az asztalra. Igen, ez a másik, tehát azt, hogy nekem 25 évesen 10-valány darab válogatott mérkőzésekkel időnöm, és ezt itt elmondanom, az igazából tükrözi a magyar focinkot, tehát erre más nem tudok mondani. Abba maradtunk Ádival, vagy nem válaszoltam. De nyugodtan. De akkor mondjuk 5 kérdés, jó? Azért a 8-et csak nem tükrözi a focinkat, ez egy dolog, hogy nincsenek. Nem tükrözi a focinkat? Miért tükrözni a focinkat? Megnézte a válogatott összeállítását, hogy... És ezt el akartam mondani, nem megsértve senkit, nem lenézve senkit. Megnézte valaki a válogatott összeállítását és a holland összeállítását? Megnézte valaki értékekben, tapasztalatban, játszott percekben, ki mennyit, hol játszott, hol fejlődött? Nem lehet összehasonlítani, lehet, hogy nektek ez így néz ki, hogy persze ő is játszik első osztály, meg ő játszik oroszba, ő játszik mondjuk angolba, ő játszik itthon az NB1-be, ő játszik Hollandiába, ég és föld. Ezt nem lehet összehasonlítani, lehet, hogy nem most 8-1-ekről kéne beszélni, de most 5-1 jobb lenne, vagy 6-1 az most akkor jó. Vagy nézzük meg a román válogatottat, mindenki. Persze, én maximálisan megértem a nézők, a szurkolók, a hozzáért embereket, nem azt már elmondom a véleményemet, de a szurkolók hozzáállását, hogy megint idáig fel volt fújva, nyertünk itt van a törökök ellen, Törökországba kihoztunk egy X-et, ami egy, természetesen ez egy jó teljesítmény, de valljuk be egy hatalmas szerencse, csak itt megint fel lehet fújva az egész, hogy most akkor ki fogunk jutni. Nézzük meg a román válogatottat, ahol Stuttgart, Spanyolba, Getafe, a Bukarest hány válogatott játékost ad, aki jelen pillanatban ismét csak a Bajnokok Ligájában szerepel, és akkor nézzük meg az ottani mi 11-ünket, és nézzük meg azokat a játékosokat, hol fejlődnek, hol játszanak hétről hétre. Természetesen a magyar válogatottnak is szüksége van egy olyan szövetségi kapitányra, és most úgy érzem, hogy jelen pillanatban beszéltek erről, nem a Csábi Józsit természetesen tisztelve, de ő is tudja, hogy jelen pillanatban ő lett megbízva ezzel, de a magyar válogatottnak olyan edzőre van szüksége, aki kőkeményen veri a fejünket, és olyan szakmai tudással rendelkezik, mint én, amit átértem, mint Mainzban, ott, ahol ugyancsak nem volt az megadva, hogy óriás költségvetéssel játékosokat vegyünk, topjátékosokat vegyünk, de megvolt egy közepes szintű játékosokból álló, vagy még annál lejjebb is álló csapat, ahol viszont a fejünkbe volt verve egy olyan szakmai tudással rendelkező edzőtől a taktika az, hogy a labda nem labdával, mentálisan, hogy reggeltől este ezt kaptuk a fejünkbe, és így voltunk képesek fejlődni fokozatosan, és így lett a Mainz is egy középszintű csapat.
amikor egy magyar válogatott sajnos nem tart, nincs olyan kerettel, amit elmondtam, nincs olyan top játékosokkal, itt egy olyan szakmai tudással rendelkező edzőre van szükség, aki reggeltől estig a fejünkbe veri kőkeményen a profi focinak az elvárásait. És akkor lehet keresgélni, hogy itthon olvan olyan edző, aki valamit is Európában lerakott az asztalra. Mert akkor ne várják el tőlünk, senki ne várja el tőlünk, hogy majd mi az NBA-ből, meg az alacsonyabb szintű osztályokból itt olyat fogunk csinálni, hogy felveszik a versenyt a hollandokkal, a törökökkel, a románokkal, mert ez nem reális, ezt nem lehet tőlünk elvárni. Úgy el lehet igen várni, hogy kimondjuk minden selejtező sorozat elején, ez a keret, sajnos ezekkel a játékosokkal rendelkezünk, mert nem úgy lettünk kinevelve, nem olyan volt az utánpótlás nevelés, viszont itt van egy ilyen edzőnk, aki ezt a csapatot olyan szinten össze fogja rakni, hogy talán versenyben tudunk lenni egyes csapatokkal, egy olyan taktikai fegyelmezettséggel, hogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből. 10 vagy 20 éve elvárunk valamit, és egyszerűen nincs mivel építkeznünk. Természetesen ebben hozzátartozik az, hogy nincs kinevelve játékosok, nincsenek olyan szintű edzőink, akik európai szinten valamit is tudnának, vagy valamit is láttak volna, és nem megsértve senkit, de ez a reális helyzet. És itt van a válogatott, ahol itt már úgymond kész játékosok vannak, de olyan kész játékosok, akik sajnos teljesítményben, mentálisan nem fogják tudni felvenni azt a versenyt, a saját játékosaink, egy holland, vagy török, vagy román játékosokkal szemben, mert sajnos 15 éven keresztül nem ugyanazt a képesítést kaptam, mert aki top bajnokságban játszik, azt nem lehet összehasonlítani azzal, aki, még egyszer mondom, nem lenézve, itthon NB1-ben játszik. Viszont a kialakult helyzet, ami most van, ahhoz természetesen az kell, hogy a jelenleg meglévő keretből egy olyan edzőre van szükség, aki ezt olyan szinten össze tudja gyúrni rövid idő alatt, rövid napok alatt, hogy valamit pozitívabban nézen ki, mint egy román 3-0-es mérkőzés, vagy egy holland 8-1-es mérkőzés. És ezt félre ne legyek értve, én ezt most nem azért mondom, mert nem azért teszem, mert most kaptunk egy 8-at, meg kaptunk egy 3-at, meg ismét nem sikerült, mert ezt ugyanúgy elmondtam az elnök úrnak, ugyanúgy lejöttünk egymással szemben az elnök úrnak, és ugyanúgy elmondtam ezt a véleményemet. Játékosok nélkül természetesen nagyon nehéz lesz ezt az egészet összerakni, elmondtam a edzői képzésről, illetve az edzőinkről a véleményemet, elmondtam a hozzáértő emberekről a véleményemet, hogy Ami a legjobban bántó tényleg az, hogy egyetlen egy olyan emberrel nem találkoztam ebben a jelenlegi magyar fociban, aki hozzáértő és szakértő ember, hogy így kimenne állni és valamit elmondani erről, és próbálna változtatni. Ellenben a beszélgetésünk után mindenképpen azt mondom, hogy Csányi Sándorral pozitív visszajelzésű volt, és akkor is, ha csak jelen pillanatban, ugye 3 éve, van az MLS vezetőségének élén. Nagyon nehéz ezt elvárni, hogy 3 év alatt 3, 4, 5 vagy 6 olyan játékosunk legyen hirtelen, ami megváltja a magyar válogatottat. Ez mindenképpen több idő kell. Olyan intézkedésekre van szükség, amivel tehetséges gyerekek, hozzáértő szakértők kinevelése minél gyorsabban menjen.